Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol megtekintjük azt, hogy mi van vele, mit tervez jelenleg. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Itt ez a kártya utal az ő érzelmeire. Itt megvan a hit, itt megvan a bizalom, érzi azt, hogy a sors utatok kereszteződött, tehát ez a találkozás nem volt véletlen. Azt is érzi, hogy lesznek változások, hiszen eléritek az élet utatokon ezt a kereszteződést, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Most megnézzük az ő gondolatait. Itt látható a ravasz róka. Ez jelenthet negatív gondolatokat, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi. Úgy belülről érzi azt, hogy lesz itt egy megoldás, van jövő, de vannak mégis néha ilyen negatív gondolatok nála. De nem biztos, hogy így van, hiszen ez a ravasz róka utalhat egy ravasz személyre a környezetében, és mivel van itt hamisság, ő ezen töpreng, elgondolkozik azon, hogy miért van így, vagy miért hazudoznak neki, ki, hogy csapta őt be, tehát vannak hamis személyek a környezetében. Hogyan közeledik hozzád? Ez a kép szimbolizálja itt az utakat. És az utaknál is döntésekről van szó, hasonlóan, mint a keresztnél. Hogy hogyan tovább, melyik irányba tervez veled valamit, sőt, ő beszélni fog erről. És a szerelmi ügyeket illetően mi várható? Ő közeledni fog hozzád, itt lesz mozgás, vagy meglátogat téged, vagy előre mennek az események, vagy azt is jelentheti ez a kártya, hogy lesznek változások, ami itt az utaknál és a keresztnél is látható. Ki hogyan befolyásolja őt? Ez a kígyó jelenthet megújulásokat, jelenthet gyógyító erőt is, de gyakran utal egy nőre. Szerintem ez a nő hamis. Itt látható a hamisság, és hogy ennél a személynél pontosan erről a nőről van szó. Neki itt tisztázni kell valamit, vagy elkerülni ezt a kapcsolatot. Lesz-e szerencse? Igen, mert kinyílik ez a kincses láda, és itt látható a 4 levelű lóhere, tehát ez várható, hogy lesz egy szerencsés fordulat. Mi fontos számára? Ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy itt látható. Az azt jelenti, hogy igen, te vagy fontos számára. Milyen változások lesznek? Itt kiépül köztetek valami, mégpedig egy stabil párkapcsolat, hiszen megvannak az alapok ehhez. Lehet, hogy ez a hamis nő úgy figyelgeti őt, vagy megpróbálja megakadályozni azt, hogy összejöjjetek, de lesz egy szerencsés fordulat, itt vannak az alapok. Ez a ház lehet egy látogatás is, vagy hogy ő meghív téged, de lehet egy közös otthon kiépítése is. Miről álmodozik? Itt a hold szimbóluma jelenik meg, ami tényleg az álmokról, vágyakról és elképzelésekről szól, tehát megvan itt a lelki kapcsolat mély érzelmekkel.
Mi ad erőt számára? Itt látható ez a csónak, és ez jelenti a reményt, tehát a remény megvan ahhoz, hogy itt legyen egy szerencsés fordulat. Sőt, én azt is mondanám, hogy itt ez a kislány utal az ártatlanságra, a fiatalos kisugárzásra, és utal egy új kezdetre is. Ez a kártya jelentett utazásokat, külföldi kapcsolatokat, vagy egy belső utat, egy lelki kapcsolatot is, ami itt is érezhető, sőt, itt a keresztnél is. És ez volt a szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!